Kedves vendégeink, kedves gyerekek és felnőttek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit városunk 8. közös Mindenki Karácsony a című ünnepségén. Engedjék meg, hogy Máté János atya nevében is köszöntsem önöket. Neki hirtelen el kellett utaznia valahova, de kérte, hogy jó kívánságait tolmácsoljam. Mindenkinek nagyon boldog karácsony, szeretetteljes karácsonyt, és eredményes új esztendőt kíván. Engedjék meg, hogy köszöntsem körünkben Pluhár László polgármester urat, Túróci András alpolgármester urat, dr. Heimné Máté Mária alpolgármester asszony, a megjelent nemzetiségi önkormányzatok vezetőit, tagjait, az evangélikus gyülekezet lelkészét, Pápai Attilát, és köszöntsek mindenkit, aki megtisztelt minket a jelenlétével. A mai napot hagyományainkhoz híven a Román Iskola műsorával kezdjük. Nagyon nagy szeretettel készültek erre a napra, kérem, fogadják szeretettel őket. Yeah.
Köszönjük szépen a román iskolának ezeket a kedves dalokat. Krisztus születéséről énekeltek, aki elhozta a békét a földre nekünk, a szeretetet, az örömet. Aki nem értette volna, ezért gondoltam így, hogy pár szóval, talán a lényeget kiragadva, tudjuk, hogy miről szóltak a dalok. Folytatva a műsorunkat, a dr. Mester György Általános Iskola alsó tagozatosai következnek, akik tegnap gyönyörűen próbáltak, és nagyon izgulnak, hogy vajon ma hogy sikerül. Fogadják őket szeretettel. Yeah.
És felkérem a dr. Mester György általános iskola felső tagozatosait és pedagógusait, hogy vonuljanak föl az előadás színhelyére. Thank you.
Köszönjük szépen mind a két iskola tanulóinak a műsorát, de itt még nem ért véget a mai programunk, hiszen láthatták az újságban, Kábel TV-n, Facebookon, meghirdettük, hogy az advent utolsó gyertyáját ma fogjuk meggyújtani. Engedjék meg, hogy köszöntsem dr. Kurucné, dr. Czalinga Juditot, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, és átadjam a szót neki. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Külön köszöntöm a Gyulai Evangélikus Egyház közösség lelkészét, aki megtisztelt bennünket, hogy eljött közénk, és megáldja ezt a mai gyertyagyújtásos napot. És engedjék meg, hogy elmondjak egy adventi verset. Advent van, és átjárja lelkem a szeretet és az emlékezés. Rájövök ismétán ezredszer, hogy szépen élni gyakran túl kevés. Szeretni szóban és tettekben, hinni, remélni szüntelen. Táplálni kell mosollyal, öleléssel, hogy emléked hibátlan legyen. Most visszarepülök gondolatban, gyermeki önmagamba újra, látom, amint Jancsi kályha mellett anyám fagyos lábujjamat gyúrja. Hársfa teját tölt poharamba, idd meg, nem fogsz fázni majd. Átmelegedett testem valóban, s én azt hittem, a teja tette azt. Ma már tudom, tőle volt meleg, ölelés, szeretet, gondoskodás. Ezek voltak, mitől az a jó, a testem és lelkem járta át. Ez adta azt a boldog érzést, mi ma is rám tör, ha múltban révedek. Hiánya, így advent idejében fájon kéri vissza az elmúlt éveket. Emlékszem a finom illatokra, ami a kályhát járta át, mikor sült a finom mézes és lágyan foszló mákos kalács. Arca piros volt az izgalomtól, mikor a szobába engedett, csilingelt egy üvegpohár szélén, itt az angyalka, megjelent. Futottunk mind a fenyő köré, ámultunk, örültünk nagyon. Ezt a boldog érzést fiaimnak minden karácsonykor átadom. Már negyedszer töltjük el nélküle a karácsony szent ünnepét, de lelkemben ott mosolyog képe, ahogy átöleli hét kisgyermekét. Mert az ünnep attól sokkal szebb lesz, ha gyertyafényben rá emlékezünk, s tudom, onnan fentről is ő nézi, ugye mindenkit szeretünk. Jusson szép szóból bárkinek, símogató, ölelő kezekből, mosolytól csillogó szemekből áradó tűz gyújtson fényeket. Muzsika szálljon a gyermek kacajból, áhítat járja át a lelkedet, a szeretet, mit tőle tanultunk, naponta adjuk át mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és most szeretettel felhívom lelkész urat, Pápai Attilát, hogy áldja meg ezt a gyertyagyújtásos szent napot. Köszönöm szépen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Egy karácsonyi ige szakaszt hoztam magammal Mikiás proféciáját az 5. fejezetből, az ő könyvéből. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülőasszony szül, de megmaradó honfitársai hazatérnek Izrael fiaival együtt. A nyáj elé áll és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kedves gyerekek, melyikőtök az, aki nem ilyen időben, hanem mondjuk nyáron szokott biciklizni? Tegye föl nyugodtan a kezét. Látom, sokan vagytok. Én is nagyon szerettem biciklizni, amikor annyi idős voltam, mint ti, akik föltettétek a kezeteket. Volt egy fehér BMX-em, mindenhová azzal mentem, azzal tanultam meg, emlékszem, kéz nélkül tekerni. Tud valaki olyat? Fönnmaradtak a kezek, igen, tudtok olyat is.
És emlékszem, egyszer nem volt nálam ez a bicikli, egy barátomét kaptam kölcsön, volt a kórház mögött egy domb, én is alföldi gyerek vagyok, máshol nem igazán láttunk dombot, még gátak sincsenek ott, ahonnan én jöttem, és kitaláltuk, hogy milyen jó ötlet lesz, hogyha mi nagyon nagy sebességgel letekerünk erről a dombról, és az alsó kisebb dombon lendületet veszünk, és átugratjuk az akadályt, amit odaállítottunk. Hát a barátom sikeres próbálkozásai után én is bátorságot nyertem, megpróbáltam, és aztán 4 hétig gipszben volt a kezem, ugyanis a leérkezésnél nem találtam az egyensúlyt ezzel az idegen biciklivel, nem találtam meg, kibillent az egyensúlyom, és így a bicikli az egyik bokorban, én az út másik oldalán landoltam. És ez a kis történet azért idéződött fel bennem, ezt már a felnőttek jobban ismerik ezt az érzést, mert karácsony előtt különösen sokat kell ide-oda rohangálnunk, különösen sokat kell ügyintéznünk, és ez igazán nehezíti azt, hogy megérkezzünk az ünnepre. Sokszor úgy érzem, hogy leginkább ebben az utolsó pillanatban vagyunk, a kibillent egyensúly utolsó pillanatában. És ezt kellene megőriznünk. És évről évre beteljesülő reménységem az, hogy szenteste az Isten tiszteletem vagy a misén helyre kerül minden, a szabadító érkezéséről szóló ige felolvasásával, ige után, amikor énekeljük a templomban együtt a csendes éjt, halld a mennyei hallelúját, szerte hirdeti drága szavát, Krisztus megszületett. Majd a következő verszakban Krisztus megszabadít. És így lesz vége ennek az egyensúly zavarnak, így kerülnek helyére a dolgok, és én azt kívánom mindannyiótoknak, mindannyiunknak, akik itt vagyunk ma, hogy így érkezzünk meg az advent felkészülése után arra az ünnepi pillanatra, amikor karácsonykor, szenteste együtt ünnepeljük megváltó Urunk érkezését, hogy álljon helyre az egyensúly bennünk. Amen. És most helyünkről felállva vegyük Isten áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon te néked békességet. Amen. Köszönjük szépen lelkész Úr szavait és az áldást. És most a Művészeti Iskola tánc tagozatos tanulói következnek, szlovák dalokat énekelnek Gera Krisztina vezetésében. Yeah.
látták már valószínű a szlovák önkormányzat rendezvényein Kojsza Hannát és Ocsoszki Ildikót. Ők is karácsonyi dalokat hoztak el nekünk. Fogadják őket szeretettel. Befejezésül két közismert dallamot szeretnénk elénekelni szlovák nyelven. A második dalocskánkban több nyelven is kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk. Oh,
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wir wünschen euch frohe Weihnacht. Wir wünschen euch frohe Weihnacht. Wir wünschen euch frohe Weihnacht und ein glückliches Neujahr. Köszönjük szépen Hannának és Ildikónak a jó kívánságokat, és mint tudjuk, 4 héttel ezelőtt kezdődött az ünnepségsorozat. Aki végig kísérte, az hetente találkozhatott velünk a polgármesteri hivatal előtt, és az azt is tudja, hogy ezt a rendezvénysorozatot Pluhár László polgármester úgy nyitotta meg. Ma zárjuk a rendezvénysorozatunkat, és felkérem Pluhár László polgármester urat, hogy zárja be majd a rendezvénysorozatot egy pár gondolattal. Nem egyedül jöttem. Kedves gyerekek, kedves felnőttek, lelkész úr, engedjétek meg, hogy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntselek benneteket a Mindenki Karácsonya rendezvénysorozatának ezen elemén. Távollétében tisztelettel köszöntöm János atyát, aki távollétében is, mint jó házigazda befogadott itt bennünket. Látjuk itt ezt a lámpást. Tegnap több rendezvényen körbe mentem a városba, fényes nappal, a lámpással a kezembe. Sokan megállítottak, hogy mit akarok, már hogy fényes nappal, lámpával a kezembe. A története persze ennek sokkal mélyebbre vagy visszábbra nyúlik, hiszen nem egyedül vagyok a történelem során, aki fényes nappal, lámpával járt a városban. A Diogenész, aki egy hordóban lakott a városának a piac terén, az is fényes nappal, lámpával járta a várost, és megkérdezték tőle, hogy mire való dolog ez. És mondta, hogy egy igaz embert keres. Én nem igaz embert kerestem, hanem körbevittem ezt a lámpást, hiszen ennek története van. Azon túlmenően, hogy a lámpást azt itt vásároltuk a gazdaboltba, de nem is ennek van jelentősége, hanem a fénynek, ami a lámpásból árad. Ez a fény, ami a lámpásból árad, ez nem akárhonnan van. A világon van egy templom, amit több mint 1700 évvel ezelőtt építettek, mégpedig arra a helyre, a hagyomány szerint, ahol Jézus született. Ez Betlehembe a születés temploma. A születés templomába minden évben, adventkor meggyújtják a gyertyát, és ez a fény szétárad a világba.
Ez a fény, amely most itt van velünk, ez Betlehemből, Jézus születésének templomából való. Onnan hoztuk el, elekre, hogy a fény áradjon és világítson. Világítson, mint a napsugár, aki mellettem áll, hasonlóképpen az életünket a fénnyel együtt. Kedves jelenlévők, engedjék meg, hogy megköszönjem a gyerekeknek a műsorát, ami szívet, lelket melengető volt, megköszönjem a pedagógusoknak a felkészítő munkáját, lelkész úrnak, hogy itt volt köztünk, és elhozta azt az üzenetet, ami a lámpásból áradó fény is közöl felénk. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! Rendezvénysorozatunkat nem bezárva, megkérve önöket, megkérve benneteket, hogy fáradjunk át a polgármesteri hivatal elé, és gyújtsuk meg a város adventi koszorúján a negyedik gyertyát. A negyedik gyertyát, és így teljességgel árad a fény, gyújtsuk meg ebből a lámpásból, ami Betlehemből, a születés templomából lett elhozva ide elekre. A hit, a remény, a szeretet, ez áradjon szét mindannyiunknak a lelkébe, kívánva önöknek boldog karácsonyt, és kellemes ünnepeket, és eredményekben gazdag, boldog új évet. Köszönöm szépen, fáradjunk a hivatal elé.